Galgahéri Zene a Szüreti Mulatság részeként fergeteges műsort adtak elő a Turai Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület néptáncosai szeptember 28-án szombaton este. Amint egy másfél éve alakult Turai Néptánc Együttes vezetői, Szokolik Melinda kétszeres aranygyöngyös táncos, és férje, Szokolik Szabolcs kétszeres aranysarkantyús táncos, a népművészet ifjú mestere. Igazából ez egy képzeletbeli fonóba játszódó történet volt, amiben szerepeltettünk galgamenti, gömöri, kalotaszegi, ördöngősfüzesi és rábaközi táncokat, tehát egy kisna Magyarországból és Erdélyből mutattunk be táncokat. Mindezt próbáltuk úgy előadni, hogy ne legyen nagy törés a műsorban, és a nézőközönség együtt élvezhesse, bele tudja élni magát ebbe az igazi kis millióbe, ahol sok-sok tájegység emberei megfordultak. Sok helyen van lehetőségük előadni ezt a produkciót? Hát sajnos nincsen, mert ugye kezdő együttes vagyunk, nem tapostuk ki még az utat, ami előttünk áll, és ezért még kevéssé vagyunk ismertek, és nagyon-nagyon kevés helyre hívnak minket, de dolgozunk, hogy ez megváltozzon. A tagok honnan származnak? A tagoknak a jó része Turáról származik, de vannak közöttünk most már vászentlászlói táncosok, ugye mi bagiak vagyunk, ez a három község nagyjából, igen. A rendezvényen a kiskunfélegyházi néptáncosok is felléptek. Kiskunfélegyházaiak már, mint hagyomány szinten jönnek vissza hozzánk a szüreti mulatságokra és felvonulásokra, pontosan azért, mert kinyitjuk azt a társadalmi rendszert, amikor egymás kultúráját próbáljuk megismerni, egymás hagyományait. A turaiak természetesen nagyon jól szerepeltek a mai este, és kiválóan tudták azt hozni, hogy a környezetünkben is vannak olyan hagyományozó táncegyüttesek, akik igenis még őrzik őseik hagyományát. Régi hagyományt elevenítettek fel a galgahéviziek, amikor idén megrendezték a Tiszta udvar rendes ház versenyt. 13 család nevezett.
ez nem csak abból adódóan van, hogy így bizonyos díjakat teszünk közé, és hogy adunk valamilyen támogatást ahhoz, hogy a környezetünk virágos legyen és tiszta legyen, hanem eleve én úgy gondolom, hogy azzal a szép kerámiával, amivel mi megjutalmazzuk az embereket és azt a családot, akinek a lakóháza és a környezete tiszta, az már eleve egy szimbólumot fog Galgahévízen biztosítani, és ha ott van a házon kitéve, akkor tudja mindenki, hogy ez a család igenis foglalkozik azzal, ami nekünk a célunk, hogy ez a környezet, ez a tisztaság és ez a rendezettség megmaradjon Galgahévízen. Mind a 13 pályázó elismerést kapott, köztük a több mint 80 éves Szántó Imréné is. A zsűri 3 nagy díjat osztott ki. A győztesek, így Korompai Ákos és felesége, dr. Péli Margit és dr. Basa Antal pénzjutalmat kaptak és egy kerámiából készült tiszta udvar rendes ház feliratú táblát, amely otthonukon díszeleghet. A galgahévízi Kodály Zoltán Művelődési Ház logópályázatának nyertese Parasztkai Sára lett. A győztes átvehetett egy galgahévízes órát, egy oklevelet és egy pólót, amelyen már az új logó látható. A szüreti napok szombati programját Táncház zárta. A szüreti felvonulás szeptember 29-én vasárnap délben indult, mintegy 300 felvonulóval, 20 lovas kocsival. A szüreti menetet vezető Csikós a Szent Mihály napi szokásokba is beavatta az érdeklődőket. Vasárnap, meg Mihály nap. Tudja, mit mond a Mihály nap? Nem. Hogy a Mihály napkó nem szabad mosni, mert a jányok keze sebes marad egész évben. Igen? Nem szabad mángorolni, mert a jányok háza fölött egész évben dörög a ménkő. Úgyhogy Mihály napkó tessék pihenni, egészségére váljék. Úgy legyen! A talpalávalót a zengő várkonyi rezes banda húzta. A menet egyes állomásain műsorral kedveskedtek a felvonulók, az érdeklődőknek. A zengővárkonyi táncosok is bemutatták tudásukat. A galgahévízi szüreti mulatságon apraja, nagyja ropta a táncot, kitűnő hangulatot varázsolva. Thank you.
A kisbíró borkóstolásra invitálta a résztvevőket. Veszélyrét éltetik! Szívünk vidámítására Isten a bort adta, amint azt a Zsoltárban Szent Dávid mondotta, de azért jó gazdánk hordóját kifúrta, teleköcsök barát idehozatta. Tessék ebből vígan idogálni, majd a magyar táncot könnyen fogják járni. Jöjjön el néném is, jöjjön el bátyám is, este 8 órára a művelődési házba. A tánc és a jó bor legyen lépségére kedves, mindnyájunknak friss egészségére! A felvonuláson a váci és a boldogi huszárok is képviseltették magukat. A galgahévízi szüreti menet résztvevői között voltak, a már említett zengővárkonyiak mellett, bagiak, boldogiak, erdőkültiek, gombaiak és turaiak is. Este 6 óra körül megkezdődött a vendéglátás, a menü gulyásleves volt, és mintegy 350-en ízlelhették meg. Ezután folytatódott a mulatozás. Ahogy az ország csaknem 1300 településén, úgy Galgahívizen is meggyújtották vasárnap este 9:30-kor a Szent Mihály napi tüzet. Ez azt jelképezi, hogy hazavárják a külhomba szakadt magyarokat, térjenek haza, ünnepeljük együtt magyarságunkat, ahogy eleink is hazavárták a nyájakat hazaterelő pásztorokat szeptember végén, a jelzőtűzek fényének segítségével a családi tűzhely mellé. Zajló tengerén, fejünk az ágyban.